Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adás vendége bűvészként és illúzionistaként évente 250-300 rendezvényen kápráztatja el a közönséget. Hazánkban egyedüliként minden műsorának van egy-egy tematikája. Hogy milyen út vezetett a sikerig, erről fogok többek között beszélgetni vele. Üdvözlöm a stúdióban Luit, a bűvészt. Szép jó napot kívánok. És akkor kezdjük talán a gyermekkortól beszélgetésünket. Ugye sokszor így szoktuk gyermekként álmodozni arról, hogy kapunk egy-egy bűvész dobozt. Önnel ez pontosan hogyan történt? Igen, én nem kaptam bűvészdobozt, sok gyerköccel ellentétben, és nem is minden gyerköcből lesz nyilván bűvész, aki bűvészdobozzal mulatja az idejét. Engem pusztán, egyébként a kerületnek nagyon sokat köszönhetek, mert ha abban az iskolában, ahova az általános iskolai tanulmányaimat, tehát abban az iskolában, ha nem jártam volna, akkor nem is hoz össze az élet egy bűvészklubbal, vagy bűvész szakkörrel, ugyanis itt a Pesti úti, és most már ugye Pál apostol iskolában végeztem a 8 évet, és abban az iskolában volt egy bűvész tanfolyam, amire az egyik kedves ismerősöm lecsalt, és azt mondta, hogy jöjjek le mindenképpen, mert olyan jó kis csapat kovácsolódott össze, és olyan hihetetlen dolgokat csinálnak, hogy ezt mindenképpen látnom kell. Hát nyilván gyerekként kipróbáltam nagyon sok mindent, sportot, egyéb hobbikat, és ellátogattam erre a különleges foglalkozásra. Azért mondom, hogy különleges, hiszen már az első ilyen alkalom megfogott, és azt láttam éppen, hogy egy bűvész tanonc egy golyót megfog a kezébe, és egy csettintés alatt 4 lesz az ujjai között. Annyira elvarázsolt egy dolog, és talán nem is a titkokat szerettem volna először megtudni, hanem pusztán érdekelt, és láttam, hogy ők hogy élvezik ezt a dolgot. És hát nyilván ebben a bűvészklubban utána én ott ragadtam, és elkezdődött egy tanulási folyamat. Kíváncsi lennék, nyilván gyermekként van mindenképpen egy kíváncsiság, de önben volt valamiféle szkeptikusság ezzel kapcsolatban, hogy nem hitt ebben? Nem mondanám így, ez olyan kicsit olyan modern dolog ez a szkepticizmus, vagy hogy szkeptikusok az emberek. Én soha nem azt kerestem, hogy ezt nyilván varázslók nincsenek, tehát ezt azért egy épesző ember tudja. Nem is ilyen oldalról közelítettem meg, hanem úgy, hogy ez egy tök jó hobbi, ez egy tök jó játék, és tök érdekes az, hogy a bűvész a kézügyességével olyan hatást tud elérni egy nézőn, ami vagy szórakoztatja, vagy ámulatba ejti, vagy éppen bosszantja, hogy van az a bűvész mutatvány, és ennek a játékossága fogott meg. A fejlődésnek a titka nagyon-nagyon sok gyakorlás? Is, attól függ, hogy az ember a bűvészeten belül milyen szakterületet választ. Ugye nagyon sok kategóriája van, gyorsan végig ismertünk rajta, van a gondolatolvasás, a manipuláció, tehát a kézügyességi bűvésztrükkök, van a komikus bűvészet, vagy most már ugye divatosabb a stand-up, aki egy pici humorral is fűszerezi a mutatványait. Van a mikromágia, ami akár egy ilyen pici asztalon is bemutatható kisebb kártyatrükkök, bár a látvány ott is hatalmas tud lenni. Van az illúzió, amit mondjuk David Copperfield mivel, amikor eltünteti a szabadságszobrot, vagy éppen a színpadon a szemünk láttára nőket fűrészel ketté. Tehát nagyon sok ágazata van a bűvészetnek. A legnehezebb ágazata az nyilván a manipuláció, amikor a kezét használja a bűvész, kártyákat szed a levegőből, vagy golyókat pörget. Ez a része érdekelt elsősorban, de utána nyilván úgy hozta az élet, hogy kinyílt egy hatalmas nagy világ, és hát belekóstolgattam azért nagyon sok ágazatába a bűvészkedésnek. Hazának is rengeteg ilyen szempontból ugye ikonja van, akár csak Rodolfot, hogyha említem, az ő munkásságát követte, vagy nézte? Természetesen, egyébként a családdal is nagyon jóba vagyunk, és nagyon sok olyan rendezvényt is szervezünk, ahol Rodolfo emlékének állítunk, tehát egy különleges napot, és része egyébként a mai bűvész rendezvényeknek is, szekció, tehát egy kicsi szekcióban mindig azért ott van Rodolfo, és egy pici kis visszaemlékezésre. Tagadhatatlan, hogy Rodolfo óriási színvonalon művelte ezt a szakmát, és hát valljuk be őszintén, hogy a mai napig, akire emlékezünk, pedig már azért nem most halt meg, a mai napig fennmaradt a neve, akkor azért biztos, hogy egy karizmatikus személy volt.
Folytassuk akkor a bűvészethez kötődő szakmai életútját. Ugye említette, hogy a bűvész szakkörnél ott ragadt, és fejlődött, lépkedett előre, de ki figyelt fel igazából a tehetségére? Az érdekesség az volt, hogy annyira belelovaltam magam, hogy egy hónap után vettem a bátorságot, tehát egy hónap bűvészet után, hogy elinduljak egy országos bűvészversenyen, ott harmadik helyezést értem el, ami szintén adott egy löketet, és tényleg egy elég komoly mezőny sorakozott fel akkor. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki jó legyen a bűvészeten belül, nem mindig az dönt, hogyha nagyon ügyes a bűvész. Nyilván énekesek között is vannak kedvenceink, és egy pici plusz kell ahhoz, hogy előadó művésszé váljon az ember. Tehát itt gondolok arra, hogy mozgás, kommunikáció, zeneválasztás, esetleg egy zenés produkcióhoz, a mutatvány kiválasztása, hogy egy oda illő alkalmas mutatványt vigyünk. Nyilván egy felnőttet nem kezelhetünk gyerekként, egy gyereket nem kezelhetünk felnőttként. Tehát nagyon sokrétű ez a dolog, amiből összeáll egy műsor, vagy összeáll az előadó művész, a bűvész. Versenyeken, különböző versenyeken mérettettem meg magam, és az egyik versenyen, ahol szintén dobogós helyen végeztem, oda sétált hozzám egy bűvészmester, akit úgy hívnak, hogy Papp Péter, és azt mondta, hogy egy pici többet lát bennem, mint az átlagban, és látja, hogy nagyon jó mozgásom van a bűvészethez, és mit szólnék ahhoz, hogyha egy picit nagyobb szintre emelnénk ezt a dolgot, és onnantól kezdve elkezdtem évekig járni hozzá magánórákra. Ugye mondta ezeket az extrákat, amik mondjuk kiemelnek egy bűvészt a többi közül. Ez tényleg ez a mozgás, előadókészség, önben mindig is megvoltak ezek? Én úgy érzem, hogy ösztönösen igen. Tehát ha mai napig, hogyha váratlan helyzetek érnek a színpadon, például csúszik mondjuk, nem ér oda az előző fellépő, és oldalról fölkiabál a szervező, hogy hát Lui, van egy kis baj, még 10 percet tudnál csinálni, és ha nincs nálam eszköz, vagy nincs nálam még bűvészkellék, akkor már megvan az a rutin, hogy ki tudom magam vágni, és akármilyen zenét betesznek, úgy, hogy még ha nem is ismerem a zenét részletesen, valahogy ösztönösen elkezdek rá mozogni és fölvenni a zene ritmusát. Állítólag, akinek ez nem megy, annak nagyon nehéz ezt megtanulnia. A műsorok tekintetében hogyan szokta ezt összeállítani? Mert nyilván, ahogy mondta, nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Zene, hogy mikor, mi következik, melyik percben, ennek egy fontos, pontos forgatókönyve van? Igen, nyilván ahogy teltek az évek, mi is megpróbáltunk törekedni arra, hogy a műsorok nagyon precízen össze legyenek állítva és be legyenek lőve zenére. Ez nagyjából így, hogy a laikusok is értsék, ez azt jelenti, hogy minden egyes mutatványnak megvan a külön zenéje, vagy minden egyes mutatvány zenéje az első másodperctől az utolsó másodpercig milliméterre ki van számolva. Ebben a mutatvány előadása, a mozdulatok, az éppen, hogy most oda nézek, oda fordítom a fejem, ezeket általában most már így precízen szeretjük kidolgozni. Sajnos, vagy nem sajnos, de ez a vírus helyzet egy picit engedett engem abban, hogy még jobban elmélyüljek ezekben, és tudjak még precízebben alakítani ezeken a jelenlegi műsorainkon. Még erre szeretnék mindenképpen visszatérni, de akkor előtte, hogyha az életútjára visszautalunk, ugye 2008-ban volt ismét egy fordulópont az életében, ugye az egyik kereskedelmi televízió nagyszabású műsorába bekerült, Uri Geller mellett tulajdonképpen, és ebben a csapatban egészen a döntőig menetelt? Igen, a döntőig meneteltem, szerencsére köszönhetően a közönségnek, ugye itt is hasonlóan, mint a többi tehetségkutató, itt is hétről hétre a közönség juttatta tovább a szereplőket. Egy óriási élmény volt, nyilván egy ekkora kereskedelmi televízió színpadán, ilyen profi fények mellett, ilyen profi stáb mellett dolgozni, az azért egy nagyon felemelő érzés volt. Mi bűvészek egyébként nagyon vágyunk arra, hogy ezt a Las Vegas-i csillogást tudjuk hozni, ami ugye azért valljuk be őszintén hétköznapi rendezvényeken, különböző falunapokon azért elég nehéz ezt előállítani. Tehát első körben engem ez a része varázsolt el, hogy olyan környezet mutathatjuk be tudásunkat, ami igazán különleges, és mögé van, vagy alá van téve az a technika, amit ez elvileg igényel. Az Uri Gellerre való találkozás is természetesen egy különleges élmény volt, ő ugye egy világsztár.
Nyilván ebben a műsorban mi kaptunk hideget, meleget, effektíve nem a bűvészet oldaláról mutatkoztunk meg ebben a műsorban, hanem a gondolatolvasó, vagy a mentalista, divatos néven hívva ezt a kategóriát. Erről az oldalunkról sokan nem tudják, hogy egyébként ez is a bűvészet egyik komoly ágazata. Nyilván itt egyszerűbb eszközökkel operál az előadó. Egyébként hoztam egy ilyen kis trükköt, ha gondolja, akkor bemutatom majd. Próbáljuk meg természetesen, akkor azt mondom, szívesen kíváncsi vagyok erre, miről is van pontosan szó. Jó, no, hát gondolatolvasás, nem tudom, hogy mennyire hisz ebben a dologban. Sokan egyébként nem. Vannak benne ilyen szempontból fenntartások, de én nem mondom, hogy nem hiszek benne, tehát hogy nagyon kíváncsian várom, hogy pontosan miről is van szó. Jó, ehhez a mutatványhoz csak egy ilyen kis felíró tömböt fogok használni. Egyébként talán az is az egyik legjobb része a mentalizmusnak, hogy olyan eszközöket használunk, ami hétköznapi, tehát egy alkoholos filc, egy felíró tömb, és jönnek a gondolatok, amit általában nem én mondok meg, hogy ki mire gondoljon, hanem mindenki szabadon választhat, és kutakodhat a fejében. Lássunk erre egy gyors példát, felíró tömb és a filctól. Arra kérném, hogy gondoljon egy kedvenc ételére, amit bármikor megenne, nagyon szeret. Itt fejben ki kellene választani egy finom ételt. Megvan? Igen. Megvan ez a finom étel. Fejben mondogatni kell az ételnek a nevét, jó? Megpróbálom fölírni erre a cédulára az étel nevét. Finom, én is szeretem ezt az ételt. Elkészült az első cédulánk. Ezt le is tépem, összehajtogatom. És hogy biztonságban legyen, ezt a cédulát ide teszem az asztalra, és tegyük rá a poharat, jó? Rendben. Tegyük rá a poharat. Nagyon jó. Általában vannak olyan nézők, akik néha ki szeretnének velem szúrni, és annyira szkeptikusak, hogy azért is bebizonyítják mondjuk a bűvésznek vagy a mentalistának, hogy engem aztán te nem fogsz átverni. Úgyhogy arra kérném, hogy a televízió nézőknek most osszuk meg ennek az ételnek a nevét. Ugye ott van a pohár alatt egy cédula. Leírtam egy ételnek a nevét. Bizonyítékképpen most elárulhatjuk mindenkinek, hogy mi volt az étel. Na most kíváncsi lennék, hogyha én tegyük fel, mondok most egy ételt, és mégse az lesz, akkor én látni fogom viszont a reakciót az arcán, hogy mondjuk ez nem az volt. Mehet az étel. Egyébként, ahogy kérte, én azt mondtam, én a brassóit mondtam. Brassói. Ezeket mondtam egymás után sokszor, hogy kérte, mint étel, igen. Tökéletes. Menjünk egy picit tovább. Ismerősi körben munkatárs, rokon, akár barátnő, feleség, bárki az ismerősi körben, szükségünk lenne egy keresztnévre, jó? Tehát a következő pillanatokban egy keresztnévre kell gondolni. Rendben, tehát bárki ilyen szempontból lehet. Rendben. Megvan. Megvan a keresztnév. Igen. Jó, mondogatni kell a nevet. Igen. Rendben. Jó. Elkészült a következő cédula. Remélem a kamera sem látja még itt az igazság pillanatait, de elkészült a következő cédula, és ezt is ide tesszük a pohár alá. Mi volt a név? Dóra. Dóra, nagyon jó. Most már csak egy dolog van hátra, ugye három a magyar igazság. Egy dolog van hátra, hogy legyen egy picit bűvészkedés is a dologban. Képzelje el, hogy ön előtt most szétteritek egy csomagkártyát. Ez a hétköznapi francia kártya csomag, minden lap más és más benne. Ezek közül a lapok közül gondolatban egyet ki kellene választani, amelyik így az első kiterítés után szimpatikus. Megvan? Megvan, ki van igen, választva igen. Egy lap. Jó. Erősen kell koncentrálni rá, jó? Megpróbálom lerajzolni, bár a rajz az nem az erősségem. Szuper. Jó. Elkészült az utolsó cédula, ezt a cédulát is fogom, és összehajtom picire.
No, 3 cédula a pohár alatt. Most jön a legizgalmasabb rész, jön az igazság pillanata. Arra kérném szépen, hogy azt a kis konferáló mappát tegyük egy picit félre, rendben. Vegyük fel a 3 cédulát. Mind a 3-at a igen, kezemben? És egy picit meg kell kevergetni őket. Jó, ez csak a látvány, hogy egy picit mozogjunk igen, is a produkció alatt. Igen. Most igen, egyetlen igen. Egy cédulát kellene elvenni a 3 közül. Igen. Tökéletes. Mi volt a választott kártya? Ez a kör 5. Kör 5. Tehát a szívecske 5. Így, a szívecske 5, igen, vagy kör 5. Aha. Tehát van egy kör 5-ösünk. Jó. Volt egy étel, a igen. Brassói, igen. És volt egy név, Dóra. Dóra, így van, igen. Nézzük meg, hogy az első cédulára én mit írtam fel. Hopp, igen. Kör 5-ös, csak itt próbálom itt... Aha, így átfordítjuk, és akkor, mert ugye átüt az alkoholos. Igen, mutatok, bocsánat, mutatom igen. Mutatom így. Ah, jó, azt tehát a mindenit. Kör 5-ös, próbálom így megmutatni a kamerának is. Kör 5, teljesen szabadon választott lap. Lássuk a következő cédulát. Rendben. Tartozom egy étellel és egy névvel. Igen, itt is. Kezdek egy kicsit zavarba lenni, úgy érzem. Dóra. Ez egészen hihetetlen. És akkor hát koronázzuk meg egy finom étellel, amit egyébként én is nagyon szeretek, ami nem más, mint ez pedig ugye az étellen a brassói. Megmondom az őszintén, hogy nagyon ritkán fordul ez velem előtt, de most zavarva vagyok. Az jó, azt szeretem. Ahogy mondtam, én alapvetően hiszek ebben, de ilyet még soha nem csináltok velem, tehát most egy kicsit sokkolt. Nehéz lesz ezután folytatni a beszélgetést, de próbálj még, és egyébként nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, mert nekem tényleg hihetetlen, hogy valaki olvas a gondolataimba. Irigylem öntől ezt a képességet, én azt gondolom. Nem mindig jó egyébként, nem mindig jó. És ha talán folytatjuk a beszélgetésünket, mindenképpen kíváncsi lennék még a műsorokra, és nem pont erre az esetre, mert én azt gondolom, ez úgy tűnik, hogy 10-ből 10-szer ez tökéletesen működik, de például a nagyobb produkció esetében, hogyha valami mondjuk baki történik, azt ön már a profizmusával meg tudja oldani, hogy ezt a nézők ne vegyék észre? Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy soha nem történt baki, természetesen előfordul. A bűvészeknek az a szerencsük, a profi bűvészeknek, hogy mindig van egy B-verzió. Tehát mindig, akár egy félbeszakított trükk után is, egészen máshogy tudjuk folytatni, hogy valahogy azért sikerüljön a mutatvány. Nyilván a nőfűrészelésnél ez nincs így, tehát ott a hibázunk azért ott óriási problémák lehetnek. Egyébként főleg a hibáink nem is saját magunkból adódóak, tehát nem abból, hogy esetleg a kézügyességünk, vagy a kezünk éppen ott, nem tudom, megsérül, vagy hirtelen görcsöt kap, és nem tudjuk befejezni a trükköt. Inkább abból adódhat, hogy a bűvészek is most már egyre többen tesznek a műsorokban ilyen technikai kis kütyük. Ami segít egy picit a varázslatot. Nem mondom, hogy azokon múlik effektív a trükk, csak egy picit rásegít, egy picit látványosabb lesz tőle a dolog. Gondolok itt egy ilyen kis konfetti kirövőre, vagy tűzi játékra, vagy bármilyen, ami egy tényleg időre kell, hogy eldurranjon. Ezekre azért furcsán tud reagálni egy bűvész, aki nincs hozzászokva, hogy a B-verziót alkalmazza. Például, ha eltüntet valamit, és utána csettint, és várja, hogy jöjjön a tűzijáték mögül, és nem jön, és azt le is reagálja, és ott látja a közönség, hogy ott valami nem gömbölyű. Voltak nálam ilyenek, de természetesen ezt elvileg jól szoktuk kezelni. Az igazi siker és áttörés, vagy szélesebb ismerettség, már korábban ugye szóba hoztuk ezt a bizonyos show műsort, ezután jött tulajdonképpen? Nem panaszkodom, én előtte is nagyon sokat léptem fel. Nagyon sok ideje sikerül már tartani ezt a 250-300 fellépést évente, ami egyébként úgy gondolom, hogy egy nagyon jó szám, nyilván nem ebben a pandémiás helyzetben. Én igazából azt csináltam mindig, amit szerettem. Tehát jártam nagyon sokat fellépni, rendszeresen, minden hétvégén tele volt, nagyon sokszor hétköznapokon, és én gyerek és felnőtt műsorokat is csinálok, tehát akár születésnapi zsúron is találkozhatnak velem az emberek, vagy a közönség, és találkozhatnak velem a hatalmas nagy fesztiválok nagy színpadán is. Nagyon szeretem minden kategóriáját a bűvészetnek, nagyon szeretek gyerekeknek bűvészkedni, nagyon szeretek felnőtteknek bűvészkedni. Szeretek extra kéréseket teljesíteni, amikor
mondjuk eljegyzésre hívnak és varázsoljam elő a gyűrűt. Tehát vannak ilyen kreatív emberek, akik különböző feladatok elé állítanak. Nem mondom, hogy a televíziónak köszönhetem, nyilván abban az időszakban, amikor történt ez a versengés, akkor a másodpercenként megismertek nyilván az utcán. Utána még mindig volt ez a kis őrület, hogy ahol feltűntem, ott nyilván nagyon sokan megrohantak, aláírás, közös fotó. És az a jó, hogy ez egyébként a mai napig tart, tehát hogyha fellépek valahol, oda jönnek, valahonnan dereng ez az arc nekik, ismerős vagyok nekik, de megmondom őszintén, hogy engem annyira a televízió világa nem vonz, tehát nem állom azt, hogy minden percben a televízióban szerepeljek. Esetenként előfordulok a televízióban, de szeretem azt csinálni, hogy megyek, rohangálok és különböző rendezvényeken ott vagyok. Említette, hogy sok emberben vannak kételyek, vagy nem annyira hisznek ebben, és amikor mondjuk részt vesznek egy-egy nagyszabású műsorán, látják a trükköket, a varázslatot, akkor látja az arcukon, hogy megváltozik a véleményük? Nem feltétlenül érzem úgy, hogy tehát ezt nem kell elhinni, a bűvészkedést nem kell elhinni. Ezt tudni kell, hogy ez csak egy illúzió, amit csinálunk. Tehát mi nem vagyunk képesek arra, hogy gondolatot olvassunk. Nem vagyunk képesek arra, hogy eltüntessünk egy oroszlánt. Ez csak a látszat. De hogyha ezt jól csináljuk, vagy jól adjuk elő, ez olyan, mint egy mesét mesélni a gyerkőcünknek, vagy egy mozifilmet végignézni. Ha beül egy néző egy bűvész előadásra, akkor mi csak egyet kérünk tőle, hogy lazítson, üljön, figyelje az előadást, és élvezze, és engedje magát egy picit kizökkenteni a hétköznapokból, és engedje el a fantáziáját, és élj át a varázslatot, mert ez szintén egy szórakoztatási forma. Tehát meghallgatunk egy nagyon jó zenekart, koncertekre járunk, színházba járunk. A színházba is nyilván nem tényeket látunk, tehát akit lefejeznek, az biztos, hogy nem kell elhinni, hogy lefejezik. Ez egy különleges szakma, és aki szereti ezt a dolgot, az járjon olyan rendezvényekre, ahol lát ilyeneket, és nagyon jó ebben kikapcsolódni szerintem. Nyilván ez most az én oldalamról. Úgy látom, hogy az a közönség, akiknek én felszoktam lépni, ők élvezik ezt a dolgot, és szeretik. És tudatosan be is vonja őket a műsorokba? Igen, erre figyelünk már nagyon régóta. Több mint 10 éve váltottunk egy picit, és úgy éreztük, hogy valamilyen szinten be kell most már aktívan vonni a nézőket. Mint ahogy ebben a mutatványban is, talán sokkal izgalmasabb volt így, hogy laikusként így szerepeltetem, és ez egyébként a nézőknek is nagyon izgalmas. Szeretik, hogyha valakit éppen, mondjuk egy cégvezetőt viccelünk meg az egyik mutatvánnyal, azt is szeretik, hogyha egy nagyon ilyen komoly mutatványt adunk elő, ami nagyon szépen meg van komponálva. Nyilván ennek a humoros, a látványos oldalában, hogyha szerepelnek vendégek, akkor ez másnak élvezeti dolgot nyújt. Aktív lett, interaktív lett a bűvészet, és úgy veszük észre, hogy szeretik az emberek. És a műsoroknak van egy-egy tematikájuk, ezek milyen szempontok szerint kerülnek kiválasztásra? Én úgy gondolom, hogy tehát az országban ebben egyedülállóak vagyunk, ez is egy ilyen kis szikra volt a fejből. Nagyon sok bűvész kelléken van otthon, amit így a 27-28 év alatt sikerült megkaparintani. Ezt azért mondom, hogy megkaparintani, mert én csinálok most jelenleg egy nagy bűvész múzeumot, amiben akár Rodolfo kellékekkel is találkozhatunk majd, és olyan már nem élő bűvészek eszközeit sikerült begyűjteni ehhez, amiből most már azért lassan lehet tényleg egy kiállítást szervezni. És nekem is vannak régi bűvész kellékeim, és ezek ott álltak és porosodtak. És nézegettem őket, hogy mire lehetne használni mondjuk egy régi antik rádiót, főleg a mai világban, amikor okos telefonokkal meg tabletekkel rohangálunk, és arra gondoltam, hogy hát az első nyilván az volt, hogy semmire, ez egy tök jó kis dísz lesz a szobában. Aztán utána eszembe jutott, hogyha megfordítjuk a dolgot, és egy olyan világba tesszük be, ami még a mai világban is trendi lehet. Tehát gondolok arra, hogy ezt az antik rádiót például beletettük egy Gatsby jellegű műsorunkba, ami ez a 20-as évek Amerikája,
és ebben szerepel egy antik rádió, ami köré épült az egész produkció, vannak benne táncosok, vannak benne gengszterek, vannak benne antik bűvészkellékek, a rádió a végén eltűnik, de közben arról szólt végig a zene, tehát próbáltuk megtalálni minden kelléknek a kis helyét a mai világban, és sikerült ezáltal James Bond karakterét megformálni, és köré tervezni mutatványokat. Ez a Gatsby-sónk van, van egy spanyolos jellegű műsor, ahol gitárokat varázsolunk elő, legyezőket, ott is táncosokkal tarkítottuk az előadást, tehát megpróbáljuk mindig megtalálni a helyünket. Beszélgetésünk vége felé még itt a covidos időszakot mindenképpen hozzuk szóba, tudom, hogy már említette, és nyilván fontos ezáltal az embernek, hogy több lábon álljon, és ha jól tudom, akkor tulajdonképpen ön is ezt az utat követi. Kénytelenek vagyunk, tehát igazából én az előadó művészetet nagyon szerettem, és most már ennyi év után nem is szeretnék róla lemondani. Nyilván, hogyha minden kötél szakad, akkor ha kell, akkor lapátolni is fogok azért, hogy a család fent maradjon, de összességében mindig kreatívkodunk, és a covidos helyzetben is én élő bűvész műsorokat csináltam közösségi oldalamon. 25-30 sztár vendéget hívtam meg, Radics Gigitől kezdve Árpa Attiláig, és személyre szabott bűvészkedést találtunk ki. Az ő életükkel kapcsolatban, vagy inspiráló dolgokat kerestünk az életükből, amiben a bűvészkedést beépítettük. És elkészült mindenkinek egy személyre szabott bűvészmutatvány, és hasonló környezetben egy kis beszélgetés után jött egy ilyen személyre szabott bűvészrük nekik. Ezt egyébként nagyon sok héten átkövethették a rajongóink. Hogyha nézzük a szakmát, akkor sok barátja és ismerőse van, és ide kötnék egy másik szemét, Atus Bócot, nem véletlenül hozom őt szóba, mert ugye az Advent Rákos mentén rendezvényen ő idén is fel fog majd lépni. Ennek nagyon örülök, ő már egyébként minden évben ott van az adventi forgatagban, nagyon szeretik a gyerekek, ő egyébként nagyon ügyes, mert kombinálta a bűvészetet a bohóckodással, és ami érdekes, hogy amellett, hogy nagyon jó barátok vagyunk, az, hogy a beszélgetés elején, amikor megkérdezte, hogy hogyan kezdődött, és beszélgettünk arról az általános iskoláról, ahol ez a bűvész szakkör indult, és ott mondtam, hogy valaki elcsalt erre a szakkörre, és ő volt az az ember. Úgyhogy azóta töretlen a barátságunk, és hát mindenkit arra ösztönöznék, hogy ne csak ezen a napon, amikor Atus Bohóc fellép, hanem a többi napon is látogassa meg az adventi forgatagot, hiszen tényleg nagyon színes a palett, én is átnéztem. Nagyon szép műsorokkal várnak mindenkit. Hát Atus Bohóc meg egy vicc, úgyhogy érdemes kimenni rá. Beszélj még akkor a jövőről, milyen tervei vannak? Mindig vannak tervek, most ugye a pandémia miatt több idő volt erre a Bűvész Múzeum kidolgozására, szeretnénk megcsinálni úgy, hogy a világon mindenki hozzáférjen, úgyhogy erre egy komplett oldalt, egy weboldalt készítünk, amiben különböző tárlatvezetések, régi bűvész, antik kellékeket mutatunk be videóformájában, kártyagyűjtemény, több száz kártyapaklim van, ami különböző országokból, vagy különböző trükköt tud, ezeket is bemutatjuk ezen az oldalon, könyveket, tehát mindenféle dolgot föltöltünk, ami a bűvészkedéssel kapcsolatos, tehát ez egy ilyen online bűvészmúzeum lesz, különleges tárlatvezetésekkel, és hát nyilván újabb és újabb tematikus produkciókat szeretnénk kitalálni, mert van még olyan kellékem, aminek nincs meg a helye. Valóban ez egy különleges világ, és örülök, hogy betekintést nyerhetünk ebbe, és kíváncsi lennék, hogy egyébként bárki ezt meg tudja tanulni, vagy el tudja sajátítani, hogyha igazán sok időt fordít erre? Igen, előfordul az, hogy tanítok is, szerencsére a fellépéseim mellett erre nem sok idő van, de a másik kis szívem csücske az, hogy átadni valakinek a tudást. Minden évben itt a kerületben, egyébként a kerületi játszóházban bűvésztábort is szoktunk szervezni, itt nyilván fiatalabb generáció jön, de érdekes a dolog, mert 6 évestől 99 éves korig tudom ajánlani a bűvészkedést. A legidősebb tanítványom, idézőjelben három alkalmat tanítottam, 87 éves volt, és ő telefonált, és azt mondta, hogy szeretnék megtanulni egy-két olyan társasági trükköt, amivel kártyázás közben ugratom a többieket, és 87 évesen úgy döntött, hogy ő szeretne egy gyors talpaló kis bűvésziskolát, és mondta, hogy ez az egy dolog van, amit még nem próbált ki az életében, úgyhogy tanulható a dolog, igen.
Azt a kérdés egyébként, hogy hogyan? Ezt hogyan csinálja? Gondolom napjában megkapja, nem tudom, ezerszer, bennem is percek óta ez pörög, hogy hogyan csinálja ezt. Erre tud egyébként, hogy mondjam, kompetens választ adni? Ezt mindig egy poénnal szoktam elütni, hogy tud-e titkot tartani, mert ha igen, akkor én is. Tehát, hogy a bűvészek általában ez tényleg lehet, hogy kicsit elcsépelt dolog, de a bűvészek nem árulják el a titkaikat. Egyébként ezt pusztán azért tesszük, mert hogyha elmondanám, általában ezeknek a trükköknek pofon egyszerű a megoldása, de ha elmondanám, akkor maximum legyinten egyet, hogy ja, hát ez ilyen egyszerű. Itt megint az előadástól lesz egy picit jobb, megint az ötletességtől, a mutatvány tisztaságától, hogy tényleg ne legyen felesleges mozdulat. Elég sokáig gyakoroljuk ahhoz, hogy ne áruljuk el a mutatványok titkát. És akkor végül talán még egy nagyon távoli jövőbeli kérdés, mondhatjuk, hogy ez a szakma ez kortalan? Tehát akár 30 év múlva is a színpadon lesz? Én úgy veszem észre idősebb generációból, nagyon szeretek idősebb bűvészekkel beszélni, és megmondom őszintén, hogy visszanézve a régi felvételeket, eltelt 20-25 év, és nem változnak. Tehát ugyanúgy szerelmesei a bűvészetnek, és valahogy a bűvészet konzerválja az embert, vagy egy jó gyógyszer valamire, akár engem is nagyon sok problémán átlendített, ha rossz kedvem van, vagy olyan dolgok történtek, amikor ugye elmegy az embernek az élettől is a kedve, bizonyára vagyunk így nagyon sokan, akkor mindig jó volt lenyúlni egy csomag kártyáért, és egy picit játszani vele, és úgy beindult az ember, újra egy picit erőt kapott. Szerintem egy jó hobbi a bűvészet, érdemes belekóstolni. Ezekkel a gondolatokkal zárjuk beszélgetésünket. Én köszönöm, hogy betekintést engedett tényleg ebbe a világba. A trükköt továbbra is értem, hogy hogyan csináltam. Várjuk majd a nézőktől a válaszokat, mert én továbbra is mély rejtében vagy titkolózásra burkolózok. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és további nagyon sok sikert kívánok a karrieréhez. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.